A legkritikusabb útszakaszon, a Kossuth-városban kezdődött meg idén a kátyúzás. 2-3 hét alatt azonban minden kül- és belterületi útszakaszon eltűnnek a kátyúk. A teljes város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdoni utaknak a kátyúzási munkáit elvégezzük, kül- és belterületi részeket beleértve egyáltalán, tehát a külterületi aszfaltozott utaknál kátyúzása is most megtörténik. A belterületen szoktás kezdeni egyébként, megvizsgáltuk előtte, tehát a munkák megkezdése előtt, hol a legintenzívebb a beavatkozás igénye. A Kossuth-városi városrészben kezdtünk ebből kifolyólag, azt már elvégezték, következett a Kossuth utca északi része, jelen pillanatban a Kossuth utca déli részét folytatják a munkákat, mint itt a Hunyadi utca sarkán is éppen mögöttünk megkezdték ezeket a kivitelezési munkákat. Az idei tél nem volt erős, ellenben éppen olyan volt a tél, hogy felengedett, megfagyott, sokszor egymás után. Tehát nem volt egy olyan, hogy beállt egy kemény tél, és az tartósan hetekig megmaradt, hanem ez a többszöri felengedés és visszafagyás, ez viszont árt az utaknak kellőképpen. Tehát épp amikor a résekbe, repedésekbe belefagy a víz, az a feszítő hatás okozza a kátyúsodást leginkább. Erre még rájött, hogy igen csapadékos volt az elmúlt év időjárása, úgyhogy volt víz bőven, ami kárt okozott az utak felületében, ez meg is tette a hatását. Összegészében egyébként mégis azt kell mondanom, hogy nem különösebben veszélyes, tehát a pénzügyi keretbe, ami 12 millió forintos keretösszeg van ebbe az évben erre a munkákra, az elegendő fog lenni ebben az évben is. Előfordulhat, hogy a helyreállítási munkákat parkoló autó vagy egyéb körülmény akadályozza. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy jelezzék, ha valahol javítatlan útfelület maradt. Azokon a városrészeken, ahol már láthatóan befejezték a munkákat, elhaladtak onnan, jól érzékelhető ugye a forgalomkorlátozás, a tömörítőgépek jelenléte, illetve a légkalapáccsal végzett igen hangos kátyúzási elégkészítő munkákból lehet tudni, hogy hol tartanak. Hogyha valamelyik városrészen már elhaladtak, és úgy látják, hogy még bizony ott kimaradt egy kátyú, mert parkolt rajta autó, vagy bármilyen más hasonló ok miatt, akkor kérnénk szépen a lakosság szíves bejelentését. A polgármester hivatalba az 562-037-es telefonszámra kérnénk ezeket a bejelentéseket. Ekkor ezeket összesítjük, és még itt vannak, még itt dolgoznak a város területén, addig oda vissza fogjuk küldeni. Nem azonnal, hanem összegyűjtjük ezt csokorba is, együtt bejárjuk, és egy ütemben ezeket ki fogják javítani.